Jó estét kívánok! Néhány héttel ezelőtt óriási autósorok rohamozták meg az üzemanyag töltő állomásokat. Sokan nem értettük az akkori pánikot, azonban tény, az orosz-ukrán háború bizonytalanságot kelt arra vonatkozóan, hogy lesz-e elegendő energiamennyiség. Az orosz gázcsapok elzárása korán sem kizárt, pedig egyes európai országok jelentős mértékben függnek az orosz földgáztól. Mi a helyzet Romániában? Milyen mértékben vagyunk önállóak, és energiaszükségletünk hány százalékát fedezik importforrások? Ezen belül milyen arányt képvisel az orosz behozatal? Energiafüggetlenségünk mellett szólna a Fekete-tengeri földgázmező kitermelésének elindítása. Ezt azonban továbbra is gátolja az offshore törvény módosításának késlekedése. Mikor kezdődhet el a kitermelés, mely gázexportőrré tehetné Romániát? Milyen további energiaforrások vannak? Mi a helyzet a cseppfolyósított gázzal? Az atomenergiával vagy a megújuló forrásokkal? A következő 25 percben szakértőkkel vizsgáljuk, mekkora Romániában az energiafüggetlenség esélye. Tartsanak velünk, kezdődik a meccet! Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság összenergiaforrások idei megosztására vonatkozó becslése szerint az energiaszükséglet valamivel több mint felét, 56,2%-át hazai forrásokból biztosítják, és kevesebb mint 45%-át importforrásokból állják 2022-ben. Hogy jobban megértsük a számsorokat, illetve azt, hogy a különböző energiaforrások terén miként áll Románia, mennyit állít elő ő maga és mennyit importál, illetve utóbbi mekkora hányadát jelenti az orosz behozatal, Szilágyi Nándor közgazdász külön-külön megvizsgálja a metszetnek az energiahordozó fajták helyzetét. A sort a kőolajjal indítja, melynél a napi szükség lett 225 ezer hordó. Ebből Románia elő tud állítani 73 ezer hordót, hogy a maradékot, azt a 150-60 ezeret azt importból kell hozni, és ennek egy olyan 20%-át fedezte az orosz behozatal. Úgyhogy ez egy ilyen jelentős szelet lenne, és az a helyzet, hogy ugye gondolunk ilyenkor arra, hogy hát a hazai termelés lehetne -e növelni, egyelőre nem igazán lehet, tehát a tartalékok 22-23 évre elegendőek, a jelenlegi kapacitást nem igazán lehet ugye fokozni, és akkor ezt keletről próbálnak meg importból behozni. Itt az alternatíva a, a kazah kőolajvóna. Itt a probléma az, hogy ez egy olyan csővezetéken érkezne hozzánk, amelyik most jelenleg orosz fennhatóság alatt van, és, és az Oroszország területén érkezik, és ugye mivel mi már nem vagyunk baráti ország, ezért nem biztos, hogy Oroszország meg fogja engedni, hogy onnan nekünk lefejtsenek kőolajat, és azon túl is még ő részvényes abba a kőolaj vezetékbe, úgyhogy valószínűleg ez lesz a döntése. A másik útvonal pedig az volna, hogy a Kaspi tengeren keresztül, tehát Azerbajdzsán-Grúzia útvonalon hajóba fejtve, majd aztán elhozva Konstancára megérkezne, és akkor itt tudnák feldolgozni. Erre is ugye van lehetőség, csak hát, hogy az időbe sokba telik, és persze sokkal drágább, mint hogyha csak egy vezetéken folyna végig a kőolaj. Úgyhogy kőolaj szempontjából nem állunk valami fényesen jelenleg. De nem állunk sokkal jobban a földgázzal sem, még akkor sem, ha ezen a CNN által készített táblázaton azt látjuk, Románia elég jó helyet foglal le az európai országok sorában, hiszen sokkal kevésbé függ az orosz gáztól, mint némely államok. Románia éves földgáz szükséglete 11 milliárd köbméter, ebből mint egy 9 köbméter tud előállítani itthon. A maradékot, tehát egy olyan 2-3 milliárd köbméterről beszélünk, azt kell importáljuk, ennek egy olyan 28%-a jön az oroszoktól, úgyhogy ezt kellene valamilyen szinten pótolni. Na itt a helyzet ugyanúgy nem rózsás, tehát ha azt veszük alapul, hogy a, ha helyi termelő kapacitásokat próbáljuk megnövelni, akkor is egy ilyen 9 évre elegendő tartalékból csökkentenénk az időt még jobban le. Tehát a jelenlegi kapacitások és feldolgozó kapacitás az egy ilyen 9 évre elegendőt mutat. Ugye itt most az kellene, hogy akkor a meglévő területekről, mint a Fekete-tenger, vagy esetleg a szárazföldön, azoknál beindítani az új termelői kapacitást. Na de hát itt a probléma többszörös. Tehát van például, amelyik a legkézenfekvőbb és leghamarabb bevethető hadrendbe állítható, mondjuk úgy. Tehát ez a partmenti sekély vizekről való gázkitermelés, ez a Black Sea Oil and Gas konzorciumnak a projektje. Itt a tavalyi év végén már. Ha minden igaz, elindítható lett volna a termelés, viszont az offshore törvény ezt is ugye megakadályozta. Tehát nem tetszik a beruházónak, valószínűleg jogosan nem tetszik neki, hogy nem tud onnan kitermelni olyan áron, amilyen ő szeretne. És ha be is indul ez az olaj, és ez a gázmező, ennek a kitermelése, akkor ott egy olyan 10 milliárd köbméter gáz van, ami, hát most azt mondanánk, hogy Romániának egy évre elég, de hát nem tudják ezt egyből kitermelni, hanem úgy tíz évig folyamatosan termelnék, és akkor egy olyan egy milliárd köbméter jutna a hazai fogyasztóknak, tehát egy olyan tíz százalékát lehet biztosítani tíz évig abból a forrásból Romániának. Románia másik nagy földgáz kitermelési projektje a Neptun Deep. A lelőhelyen feltételezhetően mintegy 200 milliárd köbméter földgáz van, bár pontosan nem tudják. Ez már 3 kilométer mélységből jönne a felszínre, a másiknál 70 méter mélységről érkezne, tehát ott elég pontosak az adatok. Na hát itt ugye Mindenki hallotta már ezt valószínűleg, tehát itt is ugyanúgy az offshore törvény akadályozza az egész dolognak a menetét. A gázkitermelést egyelőre elgáncsoló 2018-ban megszavazott offshore törvény rögzíti, mely feltételek mellett termelhető ki a földgáz a fekete tengerből, és előírja az adóztatási rendszert. Utóbbit nehezményezi az ipar, tájékoztatja a meccetet Benedek Zakariás. A parlamenti képviselő szerint a törvény megszavazása nyomán az ipar nem kezdett bízni a politikumban, és egy idő után a politikum sem az iparban. Többször találkoztunk velük, az iparnak a képviseleteivel, soha nem akartak semmi konkrétat mondani. Most is találkoztunk velük, és azt kértük, hogy adjanak egy számítást, hogy mit jelent kitermelni egy köbméter gázt a Fekete-tengerből, egy hozzávetőleges számítást. Tehát nem kell pontosan, nem kell abban benne le, hogy nekik mennyi a profitjuk, nekik mennyi a jövedelmük, hanem hogy körülbelül, mert van tapasztalatuk, mert szintén ők termelik a, a a világ tengereiből egy pár cég van, aki erre képes, az egész világon. Tehát ez nem egy olyan, hogy most házat építünk, és akkor majdnem mindenki érthet hozzá. Külön technológia kell, nagyon kevés cég van a világon, talán kettő, aki ezt meg tudja tenni. Itt a szakadás a politikum és az ipar között. Az ipar jön, és azt mondja, hogy nekik a legjobb az lenne, ha csak a bánya illetéket fizetnék. Tehát a Fekete-tengerből kitermelő gáz, ...nak a bánya illetéke a 13 a kitermelt árból. Na, de nem tudjuk mennyi a kitermelt ár, akkor mennyi a 13 százalék? Tehát magát a százalékot tudjuk, de nem az értéket. És akkor bevezettünk a 2018-as törvénybe egy többletadó, többlet adóztatási rendszert. Tehát ez azt jelentette, hogy egy bizonyos értékig, akkor eldöntöttük valami 45 lej volt kilovattórája, mert átszámolják kilovatt, mint az bármilyen energiát, és azon felül egész 100 leig egy bizonyos többletadó volt, 100 leen felül, tehát 100 le és 115 között megnövelkedett a többletadó, és így tovább egész 190 lej, és ami 190 ne felett volt, annak 80%-a volt a többletadó. Ezt ők, az ipar azt mondta, hogy ez nem korrekt, ez nem jó. Viszont ugyanezt történt az Egyesült Királyságban, és ugyanezt történt a Norvég Királyságban, akkor, amikor neki fogtak kitermelni a tengerből. Persze nem ugyanezek a százalékok. És akkor itt akadt el, és itt mindig jönnek és mondják azt, hogy, hogy emiatt ők nem tudnak termelni, mert nem lesznek nyereségesek. Én azt mondom, hogy, hogy, erőltetik, hogy erőltetik a dolgokat, tehát ők maximalizálni akarják a nyereségüket, mivel az ilyen cégek mögött világhírű bankok állnak, és befektető rendszerek. Tehát azok, azok a kockázatot kiszámolják, mielőtt egy dollárt befektetnének valamibe, úgyhogy ők tudják, hogy hogy körülbelül mi a helyzet, csak sajnos nem, nem, uh, uh, valahogy, amit mondtam az előbb, hogy maximalizálni akarják a nyereségüket. Benedek Zakariás a helyzetre felvázol egy egyszerű megoldást, ami azonban, mint mondja, nem a legjobb. Ez szerint a többletadóról lemondanának, cserében a bánya illetéket megnövelnék 13-ról például 40 ra Azonban gondot jelentene, hogy az illetéket nem lehetne ellenőrizni, holott annak egy része ahhoz az önkormányzathoz kell, hogy kerüljön, amelyhez tartozik. Viszont az is nyilvánvaló, és látjuk, hogy ahhoz, hogy energiafüggetlenek tudjunk válni, vagy itt közép-kelet-európában tudjunk játékosok lenni, és azt mondom, hogy tudnánk, be kell indítani a fekete tengeri termelést, csak meg kell találni a középutat. És valószínűleg ez úgy lesz, ahogy történt, a, mint említem, Norvégiát és az Egyesült Királyságot, hogy valahogy beindul, és akkor időben ezeket fogjuk tudni Fogjuk tudni egyeztetni, fogjuk tudni kiavítani, ne vagy Isten, ha hibák vannak. És ami még nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az újabb offshore törvényben, ha lesz, akkor ez a többletadónak a kilét, mi történik a többletadóval, ez legyen bevezetve. Hogy a többletadóból nem tudom mennyit, most példákat mondom, befektetünk a gázrendszerbe, mennyit fektetünk be az egészségügybe, mennyit fektetünk be a tanügybe. Mert ezt csinálták a britek is, és a norvégok is, és nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy, hogy hogy ment, hogy fejlődött az ország. Most elmondom megint Norvégia példát, hogy most már a kis és középvállalkozókat segítik ezekből az adókból. Tehát, hogyha egy, egy látható adózási rendszer lesz ez a többletadó, meg egy látható, hogy hogy költjük el ezt a pénzt, mint ország, akkor igen, Románia ilyen szempontból is. Egy fejlődés előtt tud állni, csak ki kell tudjuk ezt használni. Közben a Fekete-tengeri földgáz kitermelésében érdekelt Black Sea Oil and Gas amerikai vállalat azt tervezi, a Párizsi Kereskedelmi Bírósághoz fordul, ha a román állam nem módosítja a befektetők számára kedvezőbb formában a tengeri földgázmező kitermelését szabályozó offshore törvényt. Benedek Zakariás szerint azonban a Párizsi Bíróság nem tudja kötelezni a romániai parlamentet, hogy módosítsa a jogszabályt. A képviselő szerint az lenne a legfontosabb, hogy bízzanak egymásban, játszanak nyílt lapokkal. Mint mondja, a törvényes keretrendezését az orosz-ukrán háború is sürgeti. Úgy véli, szeptemberre létrejöhet egy jobb offshore törvény, majd év végéig beindulhat a kitermelés is. És ez nagyon-nagyon jó lenne, úgy az ország függetlenségének, energetikai függetlenségének, mint a környező országoknak is. Mert amennyi ki tudnak termelni, mi annyit nem tudunk elhasználni. Arra is kell gondolni, hogy jelenleg a, a háztartásoknak a 33%-a van gázhoz kötve, tehát neki fogunk kitermelni a Fekete-tengerből, de ki, fogja, ki lesz a fogyasztó. Tehát ahhoz, is, ahhoz évek kellenek, hogy ezt fölvigyük, mit tudom én, egy 60 ra És akkor persze a plusz, a plusz energiát, plusz gázt el lehet adni. És ez érdek az országnak is. Hogyha tegyük fel már hónapra, sikerülne ezt a törvényt elfogadtatni, és már utána levő napnál neki fognának, hogy az egész beruházást kivitelezzék, négy év múlva fog az első gázmolekula azon a csővezetéken megjelenni. Úgyhogy ez már úgy kell mondani, hogy ez egy hosszú távú megoldás lenne, vagy rövid táv, hát hogyha az öt év egy rövid táv, akkor, akkor valahol ott vagyunk. Középtávú megoldás, inkább a mondanám. És ugye ne felejtsük el, hogy ott a Neptun Deep is már elég közel van a Kígyók szigetéhez, a Kígyók szigete már ugye konfliktus övezett, úgyhogy még azzal is számolni kell, hogyha majd ne talantán arra döntenek, vagy kedvező lesz az offshore törvény, hogy akkor majd mennyire ez biztonságos ott e, ugye kitermelni. Szilágyi Nádor megjegyzi, volna lehetőség szárazföldi kitermelésre. A buzó környéki 25-30 milliárd köbméter gázt tartalmazó gázmező kitermelési engedélyéről azonban nem beszélnek. Van ugyanakkor egy másik tengerparti gázmező, a Trident, feltételezhetően ugyancsak 20-30 milliárd köbméter gázzal. Ott viszont a lukoilnak és a romgáznak együtt kellene a termelést végeznie. Az orosz lukoil azonban nem tudni mennyire lesz érdekelt abban, hogy együttműködjön az itteni partnerrel. Így egyelőre ez a projekt is függőben marad. Ami széntartalékainkat illeti, az elektromos áram előállításában mintegy 20%-ot képviselő energiahordozót Románia nem Oroszországból vásárolta. Fontos körülmény, miután az EU uniós behozatali tilalmat rendelt el az Oroszországból származó Románia-Szerbiából és Ukrajnából vásárolta a szenet, mivel azonban a háború sújtotta országból már nem lehet, valószínűleg a szerb import fog megnőni. Eléggé félben vannak itt is a, a hazai források, tehát 19 évre elegendő tartalékunk van. Egy olyan 75%-át a, a fogyasztásnak tudjuk előállítani hazai forrásból, 25% jön importból. Ezen túl is akkor Ugye ezek a számok valószínűleg egy picit változnak, lássuk, hogy mi fog történni a zsírvölgyébe, ugye? Mert ott beszeretnének indítani egy bányát, és 600 személynek újra munkát adni a bányákba. Lássuk, hogy ott is milyen minőségű szenet tudnak felhozni. Nem véletlenül voltak azok a bányák, ugye, már bezárva tehát már valószínűleg nem olyan a minőség, vagy hát ugye a technológia is elég elavult nálunk. Tehát ez is egy probléma, úgyhogy gazdaságosan nem lehet kitermelni. Legszennyezőbb energiaforrásunk kitermelése igencsak költséges, hosszú távon nem fenntartható. Az állam kell vásároljon az ő tanúsítványokat, mivel ez egy szennyező energiaforrás, és éppen ezért kompenzációként ugye meg kell vásárolni ezt a, a az ő tanúsítványt. Na és ennek az a, az eredménye, hogy ahányszor a román állam az ilyen bányákot támogatja, az Uniótól kell engedélyt kérjen, mert az Unió bármilyen piaci beavatkozást ugye szeret felügyelni, azért, hogy a, a verseny az ne sérüljön, tehát ne a verseny versenykárára menjen. És ilyenkor az van, hogy mindig kell kérni Brüsszel engedélyét, hogy még meddig lehet támogatni úgy a tanúsítványok megvásárlását, mint az egész veszteséges kitermelési mód fenntartását, úgyhogy ez sem lehet bármeddig eljátszani. Ahogy egyre valószínűbbé válik az Orosz Energia Uniós embargója, egyre többet hallunk a csepp folyósított földgázról. Bár az LNG technológiája nem új keletű, eddig nem voltunk rászorulva legalábbis a világnak ezen a részén, mondja Szilágyi Nándor. Hát itt az történik, hogy az a földgáz, amit uh, uh, ugye hajón szállítanak, az uh, össze van sűrítve tetsz, és le van fagyasztva, és összesűrítik, ilyenkor 600-szor kisebb lesz a térfogata, tehát viszonylag kis helyen nagy mennyiséget lehet szállítani, természetesen speciális felszereléssel, és itt az feltételezi, hogy akkor ugye a betöltő állomáson van egy fagyasztó, sűrítő állomás, a fogadó állomáson pedig egy felmelegítő, kisűrítő állomás, és akkor azon lehet hozni a cseppfolyós földgázat. Na de hát itt a probléma az, hogy ezek a hajók, amik járkálnak, ezek, ezekre külön biztonsági előírás vonatkozik. Tehát nagyok is és veszélyesek is, éppen ezért bárhova nem hajózhatnak. Minél szűkebb helyre kell menni, annál inkább nem lehet nekik oda menni. Tehát itt a mi régiónkban, Görögországig tudnának felhajózni ezek a nagy gázszállító hajók, és ott kellene kisűríteni a földgázat, onnan kellene Bulgárián keresztül felvezetni ide Romániába. Na de hát az a helyzet, hogy van egy olyan része a bulgár transgáz hálózatának, ami még nem készült el, tehát egy 120 kilométeres szakasz nem készült el, és nem is néz ki úgy a bulgár fél, hogy ezt közelebbről megépíteni. A bulgárok megépítik ezt a szakaszt, rá tudunk csatlakozni, és jöhet a cseppfolyósított földgáz, ami azonban meglehetősen problémás. Azon túl, hogy a második legszennyezőbb energiaforrásunk a szén után, hát a, hogy mondjam, tehát maga a szállítás, igaz? Már annak mekkora ökológiai lábnyoma van, tehát ezek a hajók, amelyekek ide szállítják, vagy oda, ugye pont ide nem, ahova szállítják, hát rengeteg szennyezőanyagot jutatnak a levegőbe, például a, ez a bunkerolaj, amelyik a hajók működésére szolgál, tehát nem hétköznapi üzemanyaggal működnek a hajók. Ezek a szállító hajók naponta 300 tonna üzemanyagot is képesek ebből elégetni, és így több mint ezer tonna széndiokszid jut a légkörbe. Úgyhogy ez annak az ára, hogy legyen cseppfolyós földgáz. És ezek a cseppfolyós földgázok azok ugye jöhetnének Katarból, vagy jöhetnének az Egyesült Államokból, úgyhogy... Volna ott idő, és volna ott néhány kilométer, ugye, ami alatt sikerülne a, a Földet tovább szennyezni. Úgyhogy ezek nem olyan megoldások, Ilyen körülmények között a megújuló energiákra kellene összpontosítani. Románia erre vonatkozó stratégiája szerint 2027-re 5500 megawattot állítana elő megújuló energiaforrásokból. Ennek nagyobbik része szélerőművekből, jelentős hányadal napelemekből, a felmaradó rész biomasszából származna. Közben fokoznák a vízi erőművek teljesítményét, 2027-re 30 megawattos növekedést irányoztak elő. A megújulók mellett az atomenergiára is jó lenne hangsúlyt fektetni, ami széndiokszid kibocsátás szempontjából a második legtisztább. Nála tisztábban már csak a szélmalmok működnek. Az atomenergiát azonban ellenzik, így nem lehet arra számítani, hogy rövid távon növelnék a termelést. Maradnak a megújulók, amelyekkel azonban az a gond, hogy nem állnak állandóan rendelkezésre. Még nem tudják hozni azt a szintet, mint amit ugye a rendszer megkövetelne. Tehát itt az van, hogy napenergiából 3%-ot sikerült biztosítani a tavalyi évben az összükségletből, szélerőművekből 11%-ot sikerült nyerni, és a vizet is ide szokták ugye sorolni, na vízből 29%-ot sikerült a tavalyi termeléshez hozzátenni. Tehát a legnagyobb rész a több mint fele ugye akkor jött a gázból, a szénből, és jött az atomerőműből. Úgyhogy ez a, ez a tény, ezek a tények, ez a valóság. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy a, a, a politikum ennek a súlyát felfogta volna. Mindenki arra hivatkozik, hogy teszem fel majd, ha villanyáramból lesz hiány, akkor majd importálunk ott is vannak problémák, tehát a rendszer, a hálózat bármekkorát nem bír el, bármekkora importot, és kell arra is figyelni, hogy lesz-e, aki nekünk ugye importáljon, tehát ö, ö, van olyan, hogy ugye, tehát ahol fölösleg keletkezik, akkor mindig a szomszédba ö, küldjük. Tehát van olyan pillanat, amikor Ukrajnától veszünk éppenséggel, még nem tudjuk meddig, ugye, tehát, hogy ott is meddig hagyják a rendszereket működni akkor általában az jellemző, hogy Szerbiától szoktunk vásárolni, és Bulgáriától, kisebb mennyiségben pedig ugye Magyarországról. Na de hát Magyarország is úgy átlagba véve importőre a, villanyáramnak, úgyhogy megoldást csak Szerbia és Bulgária jelenthet. Na de hát lássuk, hogy ott is a, konfliktus az ottani energia mixben hogy fog beleszólni. Az orosz energia kiesése nyomán keletkezhet hiány az ellátásban. Milyen gondokat idézne elő Romániában, ha Oroszország elzárná a gázcsapokat, vagy az EU új döntene, teljesen megválik ettől az orosz energiaforrástól? Miként készülünk erre? Meddig szárnyal még az energiahordozókára, is fenntartható-e az a kompenzációs rendszer, amelyel az állam segíti a fogyasztókat? Miként lehetnénk hatékonyabbak ezen a téren? Az energia azért drága, mert kevés van belőle. Ha takarékoskodunk vele, olcsóbban megúszszuk, nem feltétlenül sportérzetünk kárára. Miként gazdálkodhatunk okosan az energiával? Mindenről azonban már a következő meccetben. A meccet végén köszönöm figyelmüket, jövő héten újra várom Önöket. Addig is műsorunkat visszanézhetik televíziónk YouTube csatornáján. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!